Idén két virágkocsi is indult hétfő reggel Esztergomból Debrecenbe a virágkarnevára. Erdő Péter bíboros augusztus 15-én a Mária ünnepen celebrált Szent Mise után áldotta meg a Szent Koronát ábrázoló és a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus tiszteletére készült virágkocsikat az esztergomi bazilika mellett. Egy 13 éves kisvárdai hackert buktattak le az esztergomi nyomozók. Feljelentés érkezett egy helyi diák édesanyjától, hogy valaki az ő jelszavával lépett be a krétarendszerbe. A fiatal hacker többek között bankkártya adatokat is megszerzett a neten, írja a rendőrség Facebook oldala. Folytatódik a szúnyogok elleni küzdelem a térségben, hétfőtől szerdáig permeteznek lábatlantól Vácig a Duna mentén és a Szentendrei szigeten, valamint az esztergomi és a dorogi régió településein. A gyérítés kizárólag földi úton, a napnyugta utáni órákban történik, részletek rtvn.hu.